Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A mondákban úgy mesélik, hogy amikor egy év véget ér és kezdődik az új év, ebben az időszakban a szellemek uralkodnak. Természetesen vannak jó szellemek is, meg rossz szellemek is. De ilyenkor, egy ilyen éjszakán, éjfél előtt kívánhatunk valamit, mert ez a kívánság megvalósul. A mai éjszaka kihat február hónapra, és ez a kívánság február 3-án megvalósul. Vagy ezen a napon, tehát február 3-án erősíthetjük a hitünket. A mai éjszaka, tehát december 26-a kihat jövő év februárjára. Itt gondolatokról, tervekről lesz szó, és arról, hogy tudnánk ezt megvalósítani. A fő téma február hónapban az, amit a következő kép közöl velünk. Ezen a kártyán látunk egy fiatal férfit. Ennek szimbolikus jelentése van, és utal egy új kezdetre. Kis lépéseket tesz, mert még nagyon óvatos. A kezében van ez az arany érem. Ő először ezt úgy megnézi, mert ezzel meg kell, hogy barátkozzon. Ez minden olyan új számára. Ez az arany érem utal az anyagiakra és a munkahelyre. Tehát február hónapban sokaknál lesz egy új kezdet, és ez utal az anyagiakra, vagy egy új munkahelyre. Ennek az arany éremnek van még más jelentése is. Mutatja a föld elemét. És a föld eleme utal reális dolgokra. Tehát amit tervezünk, az megvalósul. De a tartás, ennek a fiúnak a tartása azt közli velünk, ne siessük el a dolgokat. Kicsi lépésekkel is el lehet a célokat érni. Amit ez az arany érem még jelent, ezek az értékek. Ez lehet belső érték is. Mindaz, ami értékes számunkra, az lehet egy párkapcsolat, vagy egy barátság is, vegyük ezt a birtokunkba, és óvjuk, őrizzük meg. Lehet a mi belső értékünk is. Mi értékesek vagyunk. Értékesek ahhoz, hogy megkapjuk azt, birtokunkba vegyük azt, amit mi kedvelünk, ami fontos számunkra. Összefoglalva úgy mondanám, fontos, hogy a terveinket megvalósítsuk, legyünk kicsit türelmesek, el fogjuk érni a céljainkat, ami a munkát illeti, de kihat a párkapcsolatra is, mert az is értékes számunkra, és ezeket a dolgokat kell megbecsülni. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!